Köszöntöm nézőinket, önök a Terézvárosi magazint látják. Áldott ünnepeket kívánok mindenkinek, aki most kapcsolódik be adásunkba. Horváth Zoltán atyával találkozhatnak elsőként a kedves nézők. Ő a Terézvárosi Szent Teréz templom plébánosa, esperese. Visszatekintünk az elmúlt évre, és beszélgetünk egy kicsit arról, hogy miért is fontos az emberek lelkében a karácsony. Terézvárosi programajánlónkat követően a magazin műsor első vendége Majsai Gábor lesz, aki a Terézvárosi kalendárium egyik arca, méghozzá a márciusé. Hogyan él Terézvárosban, mik a hitével kapcsolatos legfontosabb információk, és itt most nem csak a vallás hitére gondolok, hanem a zene és a család hitére is. Ezt követően bajzás kisdiákokkal találkozhatnak a kedves nézők. Kopecsnyi Karina már sokszor volt a vendégünk, ő már lassan kilép az iskolából, hogyan alakul a sorsa, hogyan készülődik az ünnepekre, megosztja velünk két diáktársával, Ikrekkel, Szabó Laurával és Szabó Evelinnel, akik nem csak verset mondanak, hanem dalolnak is nekünk. Dombovári Gábor lesz a következő stúdió arca, de ebben az esetben helyet cserélünk, és én leszek a vendég, mert arról fogunk beszélgetni, hogy hogyan alakult 1988 óta a Terézvárosi magazin, egyáltalán a TER TV sorsa, hogyan láthatnak és hol bennünket az országban. Adásunk végén megismételjük az Ez történt a héten című összeállításunkat. Kellemes időtöltést kívánok! Nem telhet úgy el Terézvárosi magazin karácsony környékén, hogy egy lelkipásztorral, egy atyával ne beszélgessünk, így van ez idén is. Horváth Zoltán atya a vendégem, a avilai Nagy Szent Teréz templomnak a plébánosa. Legutóbb az 56-os emlékkoncerten találkoztunk a Bazilikában. Azt gondolom, hogy egy olyan évet tudhat maga mögött ön is, és maga a plébánia is, amely hosszú időre emlékezetes marad, nem csak a terézvárosiak, hanem az ön életébe is. 240 éves volt Terézváros, és ez a hatalmas ünnepség sorozat, ez valahogy mindenképpen a Teréz templom köré csoportosult. Milyen évet zár? Az ünnepség az mindig nagyon fontos, persze hétköznapból van több, de pontosan azért, mert akkor egy kicsit a elkövetkezendő hétköznapokra az ember lelkileg, érzelmileg, gondolkodásában egy kicsit másként tér vissza egy ilyen ünnep után. Azért fontos visszatekinteni, mert látjuk azt, hogy eleink mit tettek, értünk. És ez azt gondolom, hogy fiatalnak rendkívül fontos. Nem szoktunk erre gondolni, azt gondoljuk, hogy mi ma mindent tudunk, és fantasztikus lehetőségeink vannak, és ez hála Istennek igaz is. De azért azok a lehetőségeink, és az a tudás, és az a sok minden szépség, amelyik körülvesz bennünket, azért van, mert az őseink nekünk megteremtették. És olyan sokszor elgondolkodom azon, hogy vajon mi mit teremtünk a saját gyerekeinknek, unokáinknak, azoknak, akik majd korszakokkal utánunk jönnek. Mert azért ma nagyon sokszor úgy készítünk valamit, úgy kapunk, úgy alkotunk valamit, hogy azt néhány évre, aztán ki kell dobni, és új kell helyette. És ez azért olyan rossz egy kicsit az embernek. Tehát ezért jó visszatekinteni, hogy 240 évvel ezelőtt egy olyan templomot, egy olyan városrészt alapított Mária Terézia császár és királynő itt Budapesten, illetve Pesten, ugye akkor még, amely azóta is létezik, fejlődik, és nagyon is él. De hát ezért ilyen fontosak ezek az ünnepek, és a mi templomunk életében is azért egy ilyen évforduló az nagyon-nagyon fontos volt. És hát nem sok idője van az embernek manapság, de azért bele-bele kukkantottunk a levéltárunkba, illetve az anyakönyveinkbe, hogy 1777-ben kik éltek itt, kik születtek, házasodtak, mi volt a foglalkozásuk, mik történtek, kikkel leveleztek, kikkel értekeztek és miről. Azért ezek közül talán az egyiket mindenképpen kiemelném, hogy elsősorban ugye a Königstrasszén, amelyet akkor így hívtak, azaz a Király utcán, kézműves emberek éltek alapvetően. Olyan emberek, akik arra jöttek ide, hogy kiszolgálják
a pesti belvárosi embereket. Másrészt pedig ez érdekes. A másrészt pedig, ami érdekes még szintén, hogy a betelepített svábok mellett már nagyon korán megjelentek a zsidó kereskedők, akik amit a svábok megtermeltek, még nagyon sokszor mezőgazdasági dolgokat is, nem csak ilyen kisiparosként, azt a zsidó kereskedők adták tovább és értékesítették. És azért 240 évvel ezelőtt itt békességben éltek, és hát egymást segítve, egymást ismerve, ilyen kis bolt feliratokat lehet látni, ugye, hogy az egyiket így hívják, a másikat úgy hívják, és békességben éltek együtt. Ebből a békességből is szeretne az ember egy kicsit meríteni a mai kor számára is. Reméljük, hogy erre karácsony, a mostani ünnep alkalmat ad mindenkinek. Mindenképpen jó visszagondolni ezekre az időkre, és úgy elképzeltem magamban a Király utcát most, elképzeltem a tereket, a kereskedésnek a színhelyét, elképzeltem, ahogy itt atya mesélt ezekről a dolgokról. Valami azért megmaradt ezekből, a régi hagyományokból, hiszen a Király utcában ma is nagy élet van, a cégéreket még föl lehet lelni. Azért itt még vannak kisiparosok, vannak szolgáltatók, és azt gondolom, hogy a kereskedelmi életnek is egy központja, tehát mindenképpen megmaradt valami a hagyományokból, és én remélem, hogy egy picit a békességből, az egymás közötti békességből is maradt az embereknek a szívében. Nagyon furcsa kérdést fogok föltenni. Ugye vannak olyan emberek, akik egy évben egyszer mennek el templomba, karácsonykor az éjféli misére. Valóban különleges a hangulata az éjféli misének, semmihez nem fogható. Nem tudom az embereknek mennyit változott az a szokása, ami a gyónással kapcsolatos. Most a reformáció évében azért nagyon felszínre került megint ugye az evangélikus, református és a katolikus közötti alapvető, vallások közötti alapvető különbség, és ennek az egyik ennyikága pont a bűnöknek a meggyónására irányul. Gyónnak-e az emberek? Pláne ilyenkor, karácsonykor furán hangzik, de miután nem általánosságban beszélünk, mit gyónnak az emberek? Mit tekintenek manapság bűnnek? Sosem beszélgettünk erről, de egy picit karácsonykor érdemes ezt a fogalmat is tisztázni, hiszen a 10 parancsolatot, ha nézzük, akkor már csak a felebarátod feleségét ne kívánt, már egy egészen más köntöst kap a mai világunkban. Ugye a mindennapi életben ilyenkor december végén visszatekintenek az elmúlt esztendőre, hogy mit csináltak jól, milyen eredményeket tudnak felmutatni, vagy éppen esetleg mi az, ami megszűnt, tönkrement. Mint ahogy az előbb beszéltük, újra kell cserélni. Ugyanakkor pedig ez teljesen természetes, én legalábbis így gondolom, hogy az embernek önmagába is kell tekintenie, hogy vajon én személy szerint családomban, szeretteim körében, környezetemben mit csináltam helyesen és mit helytelenül. Hogy mi az, ami ebben segítséget ad az embernek, egészen biztos, hogy mindig kell elsősorban a saját lelkiismeretem szavát meghallottam-e, és tudtam-e a lelkiismeretem szavára hallgatva szólni, cselekedni. Ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik, hogy mindig kell egy külső segítség is. Hogy én el tudjam hinni, el tudjam fogadni, hogy van valaki fölöttem, aki engem akart, és csak engem akart, és egyedül ilyennek akart, mint amilyen vagyok, és én engem egy célból, egy jó szándékból hívott meg erre a világra, és vajon azt, amire az Isten engem meghívott, azt én megtaláltam-e, teljesítettem-e, de nem teljesítmény szintjén, hanem az iránti szeretetből, és annak, aki nekem ehhez képességet, lehetőséget, adottságot teremtett. Az emberek gyónnak, tehát a karácsony előtti 4 hétben mi lelkipásztorok, és gondolom, hogy a
protestáns testvérekkel, lelkészekkel, hogyha találkozunk és beszélünk, természetesen ezekről is beszélünk. Náluk lelki beszélgetés van, nem szentség, a bűnbánat szentsége, vagy köznevén a gyónás, hanem lelki beszélgetés, lelki vezetés van, ami természetesen van nálunk is, és van a bűnbevallás és a bűnbocsánat kérése. Én azt gondolom, nekem papnak, katolikus papnak, Istentől kapott legnagyobb ajándék, amire én tőle lelki, kegyelmi segítséget kaptam, hogy annak, aki őszintén megbánta, amit elhibázott, a Jóisten nevében azt tudom mondani, hogy Isten megbocsájtotta bűneidet, menj békével. Isten szabaddá tett téged, menj békével. Ezek azok a legszebb pillanatok az életben, amelyekért érdemes önmagamba tekinteni, és egy kicsit átgondolni, hogy mikor, mit, hogyan tettem, és hála Istennek azt tudom mondani, hogy nem csak, hogy sokan, hanem hála Istennek nagyon sok fiatal, aki visszatér erre. Nyilván van egy gyerekkor, utána van egy kamasz, vagy egy lázadó kora az embernek, amikor úgy gondolja, hogy hát én ezt magam el tudom rendezni, és aztán pedig visszatér, amikor már mondjuk családos, vagy gyermekei vannak, és akkor újra visszatér, és ebből hála Istennek sokan vannak, és én ettől nagyon boldog vagyok, hogy ezt szolgálhatom és tehetem. Elsősorban bántja az embereket, meg kérdezte, hogy... Igen, mik tekintenek bűnnek. Igen, tehát elsősorban bántja az embereket az, hogy ha valamit nem tudott megadni, amit úgy érzi a lelkében, szívében, hogy a másiknak szeretetből meg kellett volna adja. Tehát bántja természetesen a hiány, ha ő nem kapja meg. De ez már nem biztos, hogy ugye csak az ő hibája, de amit ő megadhatott volna. És ebben élen jár a másik iránti figyelem, vagy odaadás, vagy törődés. Egy családban is élnek az emberek egymás mellett, és a mindennapi dolgokat sem tudják igazán megbeszélni. Nagyon hiányzik az, hogy este, mikor a gyerekek már lefeküdtek, akkor a szülők egymással beszélgetnének. Nem tudnak, hullafáradtak, agyon vannak nyúzva, ki vannak merítve. Nem tudnak aludni, mert azon jár az eszük, hogy mit kellett volna csinálni bent, és majd mi lesz holnap. Nagyon-nagyon nem jó ez. És biztos vagyok benne, hogy azért menekülnek sokan számunkra, a magyarok számára talán furcsa, hogy karácsonykor wellness szállodákba, mert végre szeretnének kiszabadulni, mert hát szabadnak lettünk teremtve, és nem annak, hogy gúzsba legyünk kötve mindenféle gondokkal, ügyekkel, problémákkal. Ezektől szeretnének szabadulni az emberek, és őszintén próbálkoznak. És hát én hiszem, hogy ezt a próbálkozást az Isten segíti is, és megad hozzá mindent, ami ő rajta múlik, hogy az emberek felszabaduljanak. Elgondolkodtatók voltak atyának szavai, azt gondolom mindannyiunk számára. Ilyen szempontból én ezt nem is gondoltam végig. Úgyhogy köszönöm, hogy mindezt most megosztotta. Jubileumi évet zártunk, nagyon sokat fejlődött a templom. A karácsonyi ünnepkör alatt gondolom a koncertek alkalmával, teljes pompájában tudott megnyilvánulni a Szent Teréz templom, hiszen az új csillárokkal, a virágítással, hát valami olyan fenséges látvány töltődése ad lehetőséget, amelyhez egy plusz dolog a koncertek és a zene. Milyen volt az adventi időszak ebből a tekintetből? Mozgalmas, mert hogy ugye az advent, sokszor mondjuk, hogy 4 hét. Nem, az advent 4 vasárnap. És a 4. hét, az most ugye egyetlen vasárnap volt a 24-e, tehát igazából 3 hétbe sűrűsödött minden. Azok az iskolák, amelyek körülvesznek bennünket,
azok az iskolák, akik énekzeneiskolák is hozzánk járnak szolgálatra, liturgiákon. A Zeneakadémia, egyre több tanszaka, nem csak az egyházzene tanszak, jön el karácsonyi adventi koncertet rendezni a templomba. Emellett természetesen más műfajok, vagy más közösségek, vagy esetleg nagyobb szervezőirodák is megkeresik a templomot karácsonyi koncertekkel kapcsolatban. Kiváló alkalom. Kiváló alkalom arra, hogy egy koncert alkalmával az elhangzó szöveg mellett, amelyek nyilván karácsonykor Jézus születéséről, a hitről, a szeretetről, a békességről szólnak, és lehet, hogyha az ember sokat hall belőle, akkor úgy érzi, hogy jó, hát ez már olyan csöpögős, vagy olyan már túlzás, meg olyan már unalmas, meg nem tudom mi. De hát annak az egy közösségnek az az egy van. Másrészt pedig nyilván azért beszélünk róla ennyit, mert ennek a hiányát szenvedjük. Ez hiányzik az életünkből a legjobban. És állami iskola tanárai olyan koncertet szerveznek a gyerekeknek és a gyerekek szüleinek, ami egy betlehemes játék, amelyben tényleg a karácsony igazi tartalma és Jézus áll a középpontjában. Ez még számomra is megható, mert természetes, hogy vannak olyan énekek, amelyek nem Jézus születéséről, de mégis a karácsonyról szólnak, és nem azt választják ma már. És nem hiszem, hogy erre csupán az, hogy hát persze egy templomba énekünk. De ha valaki bejön egy templomba, akkor valamiféleképpen egy más térben van, mint egyébként. Egy olyan szent térben, amelyben úgy érzi, hogy közelebb van az Istenhez. Ha ezt egy-egy ilyen koncert alkalmával adventon a Teréz templomban valaki megérezte, és ehhez hozzájárult a templomnak a szépsége, és így most a karácsonyra gyönyörűen feldíszített templom, amelyből mindig kiemelik az emberek, és ezt hadd mondjam el, hogy nem csak a gyönyörű karácsonyfák, amelyek szintén szép csillogóak, hanem az a sok Mikulás virág, amelyik egy különlegessége a Teréz templomnak, hogy azzal van díszítve karácsonyra. Ezek olyan emelkedetté teszik. Egyszerű dolgok, és természetesen nem ez a lényeg, de mégis szükséges hozzá. Vagy ugye ma karácsonykor az ünnepi nagymisén, Mozart koronázási miséjét hallhatták a misén résztvevők. Ez is egy olyan felemelő ünnep, amely, ahogyan egy görög teológus egy mondatát olvastam adventben, még arról szólt, vagy ez volt a lényege ennek a mondatnak, talán nem tudom pontosan idézni, hogy az Isten azért lett emberré, hogy az emberben ott lakhasson az Isten. Karácsonynak igazán lényeg, és az ember betekint a jászolba, és ott jár, lát egy kis gyermeket, az Isten emberré lett, na de azért, hogy az én lelkemben lakhasson az Isten, aki nem más, mint a szeretet és a békesség, amire annyira vágyakozunk, és amit annyira szeretnénk családunkban önmagunk számára. Most advent időszakában többször voltam az unokámmal templomba, nem misét hallgatni, hanem nagyon szeret bemenni, és akkor körbe megyünk, sétálunk. És próbáltam neki megfogalmazni pont ez alatt az idő alatt, mert kérdezte, hogy ki ez a Jézuska. És akkor mondtam, hogy olyan nagy ember, hát nem tudom, hogy jól magyaráztam, de most majd atya mindjárt válaszol rá. Minden gyerek várja a születésnapját. A születésnapokat minden családban megünnepelnek. De az egyetlen földi lény, akinek a világon mindenhol egyszerre megünneplik a születésnapját, és akinek a születésétől kezdve számolják az időt egységesen. Szóval ennél nagyobb dolog, nagyobb lélegzetvételű dolgot nem nagyon tudok elképzelni. Jó volt ez a magyarázat? Szerintem mindenképpen, mert ugye egy születésnap. És hogy valóban az egész világ megünnepli
És hála Istennek Magyarországon, és itt Terézvárosban is, ott van a templom mellett a Betlehem, kint az utcán, hogy mindenki lássa, és ott vannak adventben az élő állatok a Betlehemnél, ami oda vonza a gyerekeket. És sok ilyen párbeszédet hallottam, nem csak nagymamáktól, anyukáktól, apukáktól is, amikor a kisgyerek oda húzta, és ugye megkérdezte, hogy itt most miért van ez a pici baba abban a jászolban. Tehát, hogy akinek a születésnapját ünnepeljük, az, annak az világba érkezése tulajdonképpen a mi újjászületésünk is. Mert ugye a Bibliában azt olvassuk az Ószövetségben, hogy Isten majd elküldi a Messiást a világ végén, hogy megítélje a világot. És azzal, hogy elküldte Jézust, és azt mondta, hogy a mi bűneink bocsánatáért és a mi örök életünkért ő lesz a szeretetből adott áldozat. Azért, hogy még a világ végéig legyen lehetőségünk a dolgainkat rendezni, helyrehozni, újrakezdeni. Ne csak az legyen, hogy én egyszer valamit elrontottam az életben, és akkor semmi lehetőségem nincs tovább, és azt húzom, mint egy terhet magam után egy egész életen keresztül. Mint amit az előbb a bűnbánatról, vagy a gyónásról beszélgettünk. Tehát a kisgyermek azért született erre a világra, Isten szeretetéből áldozat, azért, hogy az embernek irgalmazni tudjon, és minket fel tudjon szabadítani, és lehetőséget adjon az újrakezdésre, a keresztségben az újjászületésre. Atyám, nagyon-nagyon szépen köszönöm a szavait. Áldott további ünnepeket kívánok, és áldással, szerencsével, boldogsággal teli új esztendőt minden hívének és önnek is. Nagyon szépen köszönöm, és én is viszont kívánom önnek is, az unokának is, és természetesen minden televízió nézőnek is. Köszönöm szépen.